kedves versenyző, mielőtt bárki megijedne, hogy egy nagy beszéddel készültem, mindenkit megnyugtatok, hogy ezt a mappát azért hoztam, mert nagyon meleg van. Kedves versenyzők, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket városunkban. Nagy megtiszteltetés, hogy 6. alkalommal rendezzük meg ezt a táncversenyt. Minden évben nagyon színvonalas előadásokat látunk, és minden évben szórakozhatunk a táncon, megláthatjuk azokat a kedves fiatalokat, akik nagyon sok időt töltenek azzal, hogy felkészüljenek a színvonalas versenyekre, és mit is mondhatna egy polgármester, talán azt, hogy örömmel tölti el a szívemet, amikor azt látom, hogy mennyi tehetséges fiatal van Magyarországon. Ezek a tehetséges fiatalok lesznek majd azok, akik a jövendő Magyarországot majd tovább építik, fejlesztik, polgármesterek lesznek, miniszterek, és reméljük egy nagyon szép országot fogunk építeni. Mert a tánc nem csak a testet, hanem a lelket is edzi, tehát a lélek és a test harmóniáját látjuk majd itt a színpadon, és ahogy minden kornak megvan a tánca, a baroknak, a reneszánsznak, aztán láttuk a rock and roll táncnál az amerikának az életérzése, és most a hip-hop, ugye a magyar fiatalok, a külföldi fiatalok életérzését fogjuk meglátni. Nagyon jó látni, hogy mennyi munka van ezekben a táncokban, mennyi lelkesedés van, és majd meglátják, kedves nézők, hogy mennyi csillogás a szemekben. És hát van azért itt értékelés is, és engedjék meg, hogy én külön név szerint is köszöntsem a zsűrit, hiszen nem akárkik fognak zsűrizni, név szerint a következő. Krámer György, harangozó díjas balettművész, világot megjárt, elismert koreográfus, sok oldalú híres táncművész, színházi rendező. Köszöntjük! Fekete René, a Győri Nemzeti Színház tánckarának tagja, modern tánc, hip-hop táncországos bajnoka. Szeretettel köszönöm! Baksa Eszter, balettmester, táncpedagógus. Szeretettel köszönöm! Búri Katalin, zenés színpadi táncpedagógus, szeretettel köszönöm. Szerencse Károly, Román Sándor vezette, Experidence tánctársulat táncművésze. És befejezésül egy plegykát megosztok Önökkel, ha kíváncsiak rá. Kíváncsiak? Most ez a pletyka Szerencse Károlyról szól, a zsűri egyik tagjáról, aki volt szerencsém kisgyermekkora óta itt a színpadon látni, amikor elkezdte a táncot. Akkor is láttuk, hogy ő egy nagyon tehetséges fiatalember, de hogy egyszer majd egy híres tánckarba egy nagyon jó művészként fog táncolni, azt nem mertük álmodni, csak úgy biztunk benne. Tehát ez a színpad, a világot jelentő deszkák, innét már indultak el híressége. Én azt kívánom nektek, fiatalok, hogy legyen példaképetek Szerencse Károly és több nagy táncművész, és ti is úgy próbáljatok most így táncolni, hogy lehet, hogy közületek is világhírű táncos lesz. A közönségnek jó szórakozást kívánok, a versenyzőknek pedig minden bele. Oké? Yeah.
Let me just say that.